A rendőrnyomozó és nyomozónő, az állatpark filmbeli igazgatója és a taxis. Horváth László Attila, Staub Viktória, Pregitzer Fruzsina és Tóth Zolka dolgozott az első forgatási nap délelőttjén az állatpark előtti parkolóban. Amikor sokfélét csinálhatunk, az mindig izgalmas és jó. Régen forgattam. Az állatkert igazgatónőjét alakítom, éppen az állatparkban vagyunk. Nem akarok többet elárulni a szerepről, mert nagyon izgalmas, számomra is sok megfejteni valót okozott. Akkor olvastam a forgatókönyvet. Pozitív vagy negatív figura? Ezt sem mondom meg. Meg kell nézni, és majd kiderül. Ahogy Fruzsina mondja, jó edzőtábor volt neki annak idején a Szomszédok TV filmsorozat, a Mephisztó vagy a Sátán fattya forgatása. Horváth László Attila a bőrkabátos rendőrnyomozó a filmben. Játszott már krimiben, színpadon is szerepelt több filmben is. Úgy 4 évenként előfordul egy-egy mozi. Más-más jelenlét, más-más eszközök. Azt tudom, hogy teljesen máshogy kell játszani. Tehát rezignáltabb, visszafogottabb teljesen a dolog, és kisebb amplitudóval. Igazából talán Zsámboró mondta, az idős színésznő volt, már jó idős volt, amikor mondta, hogy visszatért 30 év után a színpadra. És mondta, hogy na hát ez az igazi. Tehát itt megmérettetik egy színész. Már a film az örökké valóságnak szól, mondhatjuk. Így van. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a színpad pedig hát elillan. A színészek próbáltak a forgatás előtt, elemezték a karaktereket és a történetet ugyanúgy, mint a színházban. Készül a film, amelynek nincs konkrét városa, és a kora is elemelt a jelenkortól. Talán tegnap történik, de az imént látott taxi vagy a kellékes autóba bepakolt öregítő spré valami tudatos archaizálásra utal. A rendezőknek az volt a koncepció, hogy egy picit azért elemelődjön a film, tehát egy kicsit összekeverjük a mát a 70-es évek eszközkultúrájával, ez nem ilyen demonstratív módon történik, de azért ügyeltünk arra, hogy legyen egy kompakt világ, ami egy picit izgalmasabbá teszi, több feszültség van abban, hogy egyszerre ismerős a közeg, és egy kicsit azért szokatlan is. 17 nap Nyíregyházán, Sóstótól a Dohánygyárig, a város utcáin és jellegzetes épületeiben. Áprilisban aztán visszatérnek a filmesek, amikor a kizöldül a természet. Csak sejtetik, hogy ebben is van valami misztikus utalás a konfliktus megoldására. Nagyon sok helyszínen forgatunk, tehát gyakorlatilag minden nap máshol vagyunk, itt Nyíregyházen belül. Nagyon komoly támogatásra volt a városnak abban, hogy az összes helyszínt gyakorlatilag napok alatt megkaptuk, amit ezúton is köszönünk. A tervek szerint a rövid utómunka után május 31-ig elkészül a film, melyet az esztendő végén mutatnak be a Magyar Televízió valamelyik csatornáján. Addig azonban meglátogatjuk még a csapatot, hogy hírt adjunk a forgatásról.